1600 fős iskola orvosi praxis kezdi meg működését február 15-én Budakalászon. A város képviselőtestülete 2022. májusában döntött arról, hogy a meglévő gyermekorvosi körzetek mellett egy iskola orvosi praxist is létrehoz. A grémium dr. Gál Muntján Ágnes csecsemő és gyermekgyógyászt kérte fel az iskola orvosi teendők ellátására. Mi Dunakeszin lakunk a férjemmel és a két kisfiammal, és a keresztapám lakik Pomázon, és tőle jókat hallottam a környékről, és ezért szerettem volna itt dolgozni. A legfontosabb az iskolai kampányoltások, illetve a szűrővizsgálatoknak az elvégzése a páros évfolyamokban. Az önkormányzat nagyon sok segítséget adott, ők az egészségházba kialakítottak egy iskola orvosi rendelőt, illetve a védőnöktől várok még nagyon sok segítséget, mert az ő részvételükkel tudjuk megcsinálni az iskola orvosi feladatokat. A doktornő korábban a Miskolci megyei kórházban dolgozott, nagy örömmel várja az óvodás és iskoláskorú gyermekekkel való munkát Budakalászon. A férjemnek elsősorban, neki szeretném megköszönni, ő is orvos, és nagyon sokat támogat, mint szakmailag, mind emberileg, és mint férjként is nagyon sokat támogat. Előzőleg Miskolcon a megyei kórházban dolgoztam, és itt azért ügyeletek is voltak, illetve kórházi ellátás volt. Most ügyelet nélkül lesz, és iskolai orvosi ellátások, ez lényegesen nyugodtabb feladat, de azt gondolom, hogy két kisgyerek mellett ez jobban összeegyeztethető az életemmel. Az iskolaorvos feladatai közé tartozik az óvodáskorú gyermekek és az iskolai tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, az alkalmassági vizsgálatok elvégzése, a közegészségügyi és járványügyi feladatok kezelése és az elsősegélynyújtás, nyilvántartás vezetése, valamint aktív részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében és a környezetegészségügyi feladatok ellátása.